szép napot mindenkinek ez a kocka disputa, és hogyha legutoljára rangsoroltuk Christopher Nolan minden egyes filmjét, akkor mi sem természetesebb, hogy most gorcsa alá veszük a legújabbat, az Oppenheimert, ami most került mozikba, friss, ropogós, érkeznek róla a kritikák, nagyon-nagyon szereti mindenki, nézők is, kritikusak is, legalábbis a videókészítésének időpontjában. Nekem viszont elég vegyes filmélmény volt, úgyhogy vágjunk is bele a kritikájába. A film ugye alapvetően J. Robert Oppenheimerre fókuszál, és az ő pére az atombomba megalkotásában, illetve azt is nyomon követjük majd, hogy mi történik, miután létrejött ez az esemény, de nem egy egyszerű biopikról beszélünk, mert egy ponton az alkotás átcsúszik egy tárgyalótermi drámás történetmesélésbe, és azért is fogalmazok így, mert szerintem ez már előre vetíti az egyik hát problémámat a filmmel, ez pedig az, hogy ez igazából nagyjából két filmnyi történet, anyag, stílus, nagyon-nagyon tömény volt ez a film, és ez egyrészt tök pozitív, mert hogy három órás ugye a film, nagyon hosszú, de eszemment feszesre vágták. Annyira jó, hogy gyorsan van vágva a film, hogy nagyon nehéz unatkozni ez miatt. Ugyanakkor nekem a történetben voltak olyan pontok, amik leültek annyira, hogy néha néha már bizony untam is magam, ami tudom, hogy tök durva, meg hát így ellentmondás is egy picit, de valóban így éreztem magam, annak ellenére, hogy sokszor csak így kapkodtam a fejem, hogy tulajdonképpen most kiről is beszélünk, miről is van szó, annyi ném bombing van ebben a filmben, hogy ez valami döbbenetes. Ha valaki nem ismeri annyira jól ezt a történelmi korszakot, nincs otthon ebben a storyban, hát akkor annak azt tudom ajánlani, hogy a film megnézés előtt végezzen el némi házi feladatot, magának egy szívességet, és olvasgasson picit, mert hát tényleg sok olyan rész volt, ahol konkrétan nem értettem, hogy most akkor miről is van szó pontosan, és a film, tehát hogy ezt nem koncepciózus, mert a film nem is nagyon magyaráz sok mindent. Oppenheimeren keresztül ugye megismerjük a karaktereket, de van, aki csak felületesen, ugye ez egy Nolan film, tehát nem fogunk annyira mélyre menni a szereplőkbe. Ugyanakkor, és talán ez megint egyfajta ellentmondás, baromi jól meg vannak írva a szereplők, és hát olyan színészek játszák őket, hogy atya úristen, valami döbbenetes. Nyilván itt már senkinek nem mondunk újdonságot azzal, hogy Kilian Murphy, vagy Robert Downey Jr., vagy bármelyik másik színész ebből a durva castingból kitűnő munkát végez akár milyen filmben, de itt valami tényleg rendkívül itt hoztak létre, Barom is sok a közeli shot, amikor így belemásznak a szereplőnek az arcába, és hát egyszerűen így egy egész történet bomlik ki egy-egy pillantásukból. Nagyon jó volt mindenki, de tényleg ki lehet emelni Emily Blantot, Kilian Killian Murphy-t, Matt damon Robert Downey Jr. is fantasztikusat játszik egy különleges szerepben, szóval én nagyon elégedett voltam velük, és azokkal a dialógusokkal is többnyire, amikkel dolgozniuk kellett, nagyon élőnek érződtek ezek a párbeszédek, és a figurák is többnyire. Ja, és Florence Pugh, Florence pugh is ki kell emelni, mert ő is tényleg zseniális volt abban a kis karakterben, amit el kellett játszania. Ugyanakkor, hiszen szóval nem baromi sokszor fogom használni ezt az ugyanakkor szót ebben a videóban, megint tudok mondani egy ilyen ellen párt, ennek a pozitívumnak. Ez pedig az, hogy sok színész nem volt kihasználva. Tehát például Rami Malek, az így egy vészt. Ahhoz képest, hogy micsoda tehetsége van annak a srácnak is. Egy nyúlfarki szerepe volt, értem én, hogy mindenki bármit elvállal egy Nolan filmért, és, és, és nagyon jó szerepelni Nolannél akármilyen műben, de hát azért mégis az ember azt várná, hogy ezek, ezek a színészek, akikről tudod, hogy bármire képesek, azért megkapják a lehetőséget, hogy domborítsanak, és nem csak mondjuk a kétharmaduk, hanem így az egész casting. Nagyon tetszettek még az álomszerű bejátszások, amikor Oppenheimer perspektíváját látjuk, ahogy ő gondolkodik a világról, a csillagokról, a robbanásokról, ez is segített közelebb lépni a figurához, illetve ennek megfelelően a hang is baromi jó volt, bár sokszor a dialógusokkal, ha gyorsan váltakoztak, akkor így nem mindig hallottam a párbeszédet megfelelően. De ha már a hangról beszéltünk, mindenképpen meg kell említenem a filmszetem legjobb pontját, ami a zene. Hogy így hallgattam a zenét, arra gondoltam, hogy úristen, ki képes ilyenre? Ki az, aki ennyire jó zenét tud csinálni? És hát Ludwig Göransson, ahogy említettem a legutóbbi videómban is, az egyik kedvenc új zene szerzőm, hát tényleg fú, végig egyetlen kilógás sem volt, és különösen tetszett, hogy nem volt tolakodó a zene, nem akart így uh, dominálni, nem akarta legyűrni a, a képet a vászonról, hanem hagyta, hogy a film filmként érvényesüljön, és csak kísérte a képkockákat a lehető legmegfelelőbb módon. Ami fura volt még nekem ez a tárgyaló termés rész, amire az utolsó harmadában csúszik rá a film, mert semmi újat nem nyújtott ahhoz képest, amit az ilyen típusú filmektől szoktunk látni, illetve mivel nagyon-nagyon támaszkodik arra, hogy mit tudsz a közegről, rengetegszer megfeledkezik arról, hogy nem minden néző ismeri az utolsó kutatónak és történelmi személyiségnek is a nevét, és egy picit így elveszik a néző. Sokszor azon gondolkodtam, miközben itt sodródtam a filmmel, hogy vajon egy amerikai az így jobban képben van ezekkel a körülményekkel, ezekkel az alakokkal, helyszínekkel, időpontokkal. Tehát, hogy kevésé veszik el, mint én magyarként, mert ezt így beszéltük, a barátnőmmel néztük, és mindketten ugyanezt éltük át, annak ellenére, neki sokkal, sokkal jobban tetszett, mint nekem a film, de hogy ezt ő is mondta, hogy így tényleg sokszor nem tudtuk, hogy mi történik, mármint hogy kire referálnak a párbeszédekben leginkább. Az utolsó pozitívon pedig, hogy pozitívval zárjunk, az a praktikus effektek használata, az, hogy mindent megépítettek, ugye erről nagy sajtó is volt, nagyon marketingelték, hogy tényleg mindent megépítettek, semmi nem volt CGI, és ennek megfelelően például a robbantás, a robbantás a filmben is, amit egyébként baromi jól oldottak meg azt, hogy mondjam, az is valóban megtörtént. Hát ez, ez Nolan, igen, aki fontosnak tartja még a régi típusú filmezést. Érezhető is egyébként, hogy ezek valós díszletek, valós dolgokra reagálnak a színészek. Nyilván ez ilyen nyilacska afelé, hogy jól játszanak a színészek. Sokkal könnyebb úgy játszani, hogy az a valami ott is van, és nem csak el kell képzeljék. Úgyhogy, ja, le a kalappal a rendező előtt. Egyébként már csak azért is, mert, hát hogy mondjam, ez a film, el tudom képzelni, hogy megosztóbb lesz a nagy közönségnél, annak ellenére, hogy a kritikusok most uh, imádják, meg szerintem az ilyen mozirajongók is inkább szeretni fogják. De hogy uh, azért ez kihívás egy átlag moziba járónak, három órás film, és mondom, azért el lehet veszni benne, de ez egy dicséret Nolannek a részemről, mert annak hogy ez nem a kedvenc Nolan filmem lett, mégis imádom, hogy mer kísérletezni, mer bátor lenni, és fittyet hány az elvárásokra továbbra is, ugyanúgy, ahogy tette mondjuk ezt a tenetnél, vagy akár a Dunkirknél is, ami nem egy hagyományos háborús film volt. Szóval, ja, összességében én remélem, hogy Nolan továbbra is ezen az úton fog járni, és olyan filmeket hoz nekünk, amikben van valami egyediség, ami egy kicsit kevéssé konvencionális, és hát tudunk találni bennük olyan részeket, vagy mindenki tud benne találni olyan részeket, ami az illetőnek a leginkább tetszik, így például nekem mondjuk itt a színészek, a színészi játék, illetve a zene. És hogy ajánlom-e nektek ezt a filmet, Persze, hogy ajánlom, menjetek el, nézzétek meg, és vonjátok le ti is a következtetést, hogy nektek baromira tetszik e és ez az évszázad legjobb filmje, talán Paul Schrader fogalmazott így, vagy valamelyik forgatókönyv hogy már nem emlékszem, vagy látok benne esetek ti is hiányosságokat, mondjátok el mindenképp kommentek között, én pedig ezzel megköszönöm a figyelmeteket, ennyi volt a mai disputa, találkozunk legközelebb, sziasztok!